Sziasztok! 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 Szóval megint hárman vagyunk, bár igazából valójában csak ketten, hiszen Sorter Speciál megint nem látta a filmet, amiről beszélni fogunk. Hát nem, valóban nem, de hát az én hibám, hiszen én nem ültem be rá, hát saját döntés volt. Legalább úgy tudod, miről van szó, mondjuk az előzetest láttad. Azt láttam, igen, határozottan, többször is ráadásul. Tetszett? Hú, hát nagyon meggyőző volt. Jól van. És az előző részek? Hát az első kettőt láttam, harmadikat nem igazán, úgyhogy... Hát nem tudom, mindegy, átadom a szót. Akkor sok értelme volt, hogy téged is beinvitáltunk. Hát azért vagyok itt, hogy ne felejtsenek el, na hát jó. Mégiscsak. Szóval a Resident Evil 4-ről van szó, ami nálunk Kaptár 4 címen fut. Ami elég nagy baromság szerintem. Szerintem is, mert... Az elsőnek az a címe volt konkrétan, és ez rajta maradt, mint Kaptár. Igen, tehát hogy volt Kaptár 2 Apokalipszis, Kaptár 3... Hú, mi volt teljes a Kaptár 3? Pusztulás? Teljes pusztulás. És akkor a Kaptár 1 Kaptár? Az igen, volt igen, ez a Kaptár. Kaptár? Mindegy, szóval a Kaptár 4 túlvilágról van szó, amit 3D-ben néztünk a moziban, és hallottunk a filmről hideget, meleget, a kritikusok rühelték, a közönség nem annyira, ők azért eléggé, hogy meg voltak vele elégedve, legalábbis az IMDb szerint, mert azt hiszem 6,5 vagy hány pont. 6,8, én úgy tudom. Nekem sincs. Na, Sortert meghívjuk az IMDb-s szótárunk. Igen, na hát én úgy tudom, hogy 6,8. Jó, az szerintem teljesen jó. Szerintem... Azért kell mondani, hogy az én film nem egy nagy szám, de elszórakoztunk rajta inkább. Ezt akartam mondani, nagyon rossz film ez a Kaptár 4. De tényleg azt a szintet üti, hogy már annyira rossz, hogy már szórak az ember. És a másik az, hogy iszonyat sok filmből össze, hát össze van pakolva az egész igen, igazából. Egy eredeti pillanat nincs az egész filmben. Hát igen, az körül... első mondat, amikor kijöttünk, mi volt? Üljünk vissza, stribulázzuk, hány filmet láttunk benne. Igen, már ugye felénél nekem eszembe jutott, hogy lehet, hogy hozni kellett volna tollat papírt. És tényleg fölírkálni, hogy miket láttunk, mert rengeteg filmből minden, volt lopás. Szerintem biztos vagy 26-25-et felfedeztünk, és nem azról van szó, hogy így konkrét jeleneteket, de inkább ilyen apróságokat. Persze. Hát Holtak hajnala. Jó, igen, a Holtak hajnala az egy az egyben le volt koppintva, de volt Matrix, volt Sziget, külön vélemény. Barlang is volt egy beállítás. Hát igen. Nagyon sok volt. Nem is csak jelenetek, hanem mármint karakterek. Szóval minden. Voltak olyan, hogy teljesen átvettek egy-két karakter. Szóval. Meg nagyon sokszor visszaköszöntek az előző részek, de az mondjuk még megbocsátható. Sorter, te erről mit gondolsz? Hát eléggé, hogy is mondjam... Hát én annyit tudok mondani egyébként a Kaptárról, hogy kicsit én is szóljak valamit, hogy én láttam az előzetesét, és amit úgy elmondtatok ugye nekem is, hogy eléggé össze volt ollózva, meg minden. Én engem ez nem lepett meg, mert szerintem a Kaptár 3, és amit én láttam belőle, az is eléggé összeollózott. Az is lapkodós volt. És de... amit én így észrevettem az előzetesek, meg a kritikák alapján, hogy ez tényleg egy ilyen film lehet, hogy egyáltalán nem jó, mert szerintem amit ti elmondtatok annak alapján, a sztoria egy iszonyatos banális hülyeség volt. Ahogy hát elmondtad, hogy ahogy haladt előre a film, egyre nagyobb hülyeség lett a sztori. De amit én úgy láttam belőle, annak alapján szerintem tényleg egy szórakoztató filmnek tűnt. Tehát hogy ember úgy, ha kikapcsolja az agyát, akkor szerintem igen, szórakoztató ez volt lehet. Ez volt, hogy mindketten nagyon fáradtak voltunk, amikor igen, néztük. Este néztük, és hosszú nap volt előttünk, korán keltünk, mert te is dolgoztál, én is dolgoztam, aztán a suliba is elmentünk, meg minden volt, és én már hullafáradt voltam. Már a kávé hatása is kiment, és tényleg nagyon jó volt kikapcsolt aggyal, de nem kell rajta igazán nagyon gondolkodni, nem kell úgy, nem is szabad odafigyelni, mert ember nagyon odafigyel, akkor nem, tehát akkor úgy azért... Csak egyszerűen nézni. Igen, nézni, szórakozni, mert tele van akciókkal, van az közepén egy kis üres járat, de azért elég sok az akció, azért nem rosszak. Azért megjelzem, az elején lévő akció egy kicsit zavaros. Igen. Szóval hiába akció nagyon össze-vissza van vágva, és értelmetlenül mutatják. Az egy picit, de egyébként nem voltak vészesek akciók. Nem volt rossz, csak azt mondom, hogy például volt az jelenet, amikor lövöldöztek fölfele. Mit látad, csak azt, hogy lövöldöztek fölfele, konkrétan, hogy mi van, azt, hogy nem látad, csak azt, hogy mindenki tartja fel, és akkor lőnek, mint a gyerekek. Igen. Volt, ami már az előzetesben benne volt, amikor kiugranak az ablakon, igen, az igen. Ugye a Matrixból volt koppintva. Utána picit Tomb Raider-vel. És Tomb Raider 2 is volt, meg hát most elég hülye példa, de a hasonló jelenet volt a Teenage Teknőcökben is, amikor zuhantak le, ott nem liftaknálba, de az is hasonlóan ja, volt megcsinálva, igen, szóval nagyon sok... De kiugrás az egy az egy. Az a teljesen a Matrix újratöltéből volt. Szinte teljesen újra. Szinte csak a, mint hogyha Photoshoppal megcsináltak volna az arcokat, meg duplikálták volna a csaj. Ez a másik, ez az arcok, hogy amikor elején, hogy még sok Alice van, és ott nem tudom neked föltenni a másolatok, mármint hogy hárman voltak egyszerre, az egyik volt a normális, mint a
eredeti. Igen, és a másiket nagyon látszott a másolt arc. Igen. Szóval ott nagyon kitűnt, és ez nagyon ronda volt. Ez nekem sem tetszett, ja. Szóval az nekem is főtűnt. Igen. Jó, van szó. Nem akarták kenezni, hogy szóval tényleg meg voltak a végén azok a kutyák, azok is csúnyák voltak. Hát igazából most játékba akarták, már végülis már itt nagy részt az ellenfelek is, mint a mondjuk, zombik is, mert teljesen nagy. Négy meg az ötből. Igen. Ezek az újabb játékok, az 4-5-re, igen. Ez a Chris nevű karakter is valószínű, hogy nem biztos, de lehet, hogy onnan. De nem utaltak rá konkrétan, csak ugye neve, meg ugye... Hogyha összepakolgatod, hogy katona elvileg, meg a... Nem sokat tudtának róla, szóval ez a baj, hogy olyan nagyon sokat nem. Rebesgették, hogy a Leon is benne lesz, de végül is kihagyták. Azt azért én megnéztem volna, úgy lehet, hogy megnéztem volna a filmet, hogyha benne van a... Nem tudom, állítólag bele akarják kapni, nem tudom miért hagyták ki. Mert szerintem a Chris helyett, a Chris nevű faszi helyett simán lehetett volna akár a Leon is. Hát igen, de hogyha elvileg ott a végén a kis plusz jelenet, ahol a rendőrnő, aki úgymond megvan, nem is tudom. Hát kicsit be van manipulálva, ja, igen, elvileg igen, a szerkezet miatt, az a Chrisnak a társadalán elvileg. Szóval, hogyha ő benne lesz, akkor Chrisnek muszáj benne lennie. Hát igen. Szóval maximum már csak tényleg plusz karakterként tudja belehozni, olyan szóval csere biztos nem lesz. Hát azt gondoltam csak, hogy lehetett volna, tehát ennyi erővel belefért volna. Ja, meg még egy konkrét, hát a szökés is ugye egy az egybe le lett, vagy arra is egy az egybe ugye utaltak, főleg ugye a főszereplő, vagy hát nem volt, ő hát volt a főszereplő, de a... is, meg a megjelenés, és már hát majd a szökés főszereplője. A szökés főszereplője benne volt, és a karaktere szinte egy az egybe ugyanaz volt, mint a szökésben, itt talán egy kicsit tökösebb volt, illetve szerintem itt még rosszabb volt, de hát itt nem a színészi játék miatt szeretjük ezt a filmet. Nem, tényleg szórakoztató, szóval ki kell kapcsolni az agyat. És azt kell nézni, hogy ez tényleg az ember beült másfél órára, nem kötözködni ült be, hanem tényleg szórakozni, és arra jó így egyszerre, másodszorra nem biztos, hogy ilyen jó lenne, és a 3D is nagyon jó volt, azt azért meg kell adni, hogy végre először úgy éreztem a Véres Valentin, illetve az Avatar óta, hogy megérte kipengetni a 3D-s jegyárat, mert szórakoztató, látványos, azért van egy-két kihagyott zicser benne, de nagyon jók, tehát... És azért, hogy megnézzük, itt is látszott, hogy a 3D-re rámentek. Mármint úgy értve, mint a Véres Valentin, nem úgy, mint a Végső Állomás, hanem csak voltak úgymond elemek is azt betették, hogy kimondottan aztán úgy voltak a feltyvertartások. Szóval igen, az nagyon sok benne volt, nagyon ez a kimondott 3D-s jelenet. Volt egy rész, amikor az Alice futott szembe a kamerával, igen, és lassítva lőtte szét a zombikat, az is nagyon jó volt. Szóval az annyira látszott, hogy egy az egybe, és ezért ez szerintem ma már... hogy mondjam, díjazandó vagy dicsérendő, hogy legalább tényleg megcsinálták 3D-sre az egészet, és az elejétől a végéig. Nem mondom, hogy minden beállítás 3D-s volt, de akciók alatt például végig. Mondjuk ez egy elég szomorú, így belegondolok, hogy 3D címszó alatt az dicséret, hogy tényleg 3D-s a film. Igen, igen. Tehát az azért egy kicsit eléggé szomorú, hogy ezt hozzuk föl, hát vagy hozzátok föl, mint dicséret. Jó, de hát a 3D-t lefőképp a Titánok harca után utáltuk meg, ahol tényleg sem láttam, úgyhogy... Na, veled aztán többen vagyunk. Szóval a Titánok harcán ott szörnyű volt, ott nagyon, ott tényleg nem, csak például hát semmi nem volt. A Shrek 4-nél is mondtuk, hogy semmi nem volt a 3D. Igen, és ez a volt, hogy az előzetesebben nagyon megcsinálják a 3D-t, tényleg iszonyatosan jó, de utána, amit a filmekbe kapunk, az eddig semmi nem volt. Hát igen. Persze az egy-két kivétel. Jó, vannak kivétek, de hát ez kevés ez a... Mert igen, mondjuk animációt, ezt alapból szerintem rosszat tesz az animációknak ez a 3D-s is bemutatás mindenhol. Most már minden animáció 3D-s lesz. Hát a film, ugye mi egy Kaptár 4-re ültünk be, és 4 animációs film előzetesét adták le. Hát igen. Már egyszerűen tököm ki volt, nem azért ma utálom, csak nem erre. Jó, de hogyha megnézed, hogy miért az animációs film, az a gyerekeknek kész. Ez a tipikus, mint az üzlet, hogy akkor gyerekek megjöjjük a szület, hogy menjenek be. És akkor többet fizetnek, persze. Mert ott nincsen gyereked. Hát alap az animáció, hát hogy ne. Meg hát alap az animációkat eszik a legjobban amúgy is, tehát azok mindig akkorát kaszálnak. Tehát a rosszabb animációk is. Emlékszem, annól a Csoda Csibén nézett mindenki még. A régi film, de azért nem egy jó film, és ahhoz képest akkorát kaszált, hogy az emberek nem győzték kapkodni a fejét. De mindegy, ebben az egész 3D-s dologban olyan üzlet van, tehát nagyon ki van ezt találva. Persze. Hogy... De itt legalább nem az üzleti rész. Tehát itt nem csak az volt, hogy üzlet, hanem itt tényleg a szórakoztatás. Egyébként ezt én is hallottam, nem csak tőletek, hanem más helyekről is, hogy a 3D tényleg nagyon jól meg van benne csinálva. Ezért gondolkoztam, hogy talán mégis be kéne rá ülni, de hát végül is nem jött össze, de egyszer azért majd én is megnézem. Lehet, hogy nem moziba, de azért meg fogom majd egyszer. Na, ez ami szerintem, hogy nem lesz úgy jó. Persze. Szóval, el kell mondani, hogy 3D nélkül ez a film nagyon rossz. Na jó, de én a Véres Valentint is úgy néztem meg, hogy nem moziba, is úgy is tetszett. Na jó, de Véres Valentin, az megint más. Ez nem, tehát a Véres Valentin annyira értelmetlen, hogy
Véres Valentinnek volt értelme, még úgy, tehát nem annyira sok, de azért az úgyis még egész jó volt. Ez tényleg egy nagyon nagy baromság, tehát körülbelül olyan, mint a Doomsday vagy a Resident Evil 3, most a lopkodás miatt, de az égvilágon semmi értelme nincs, de el lehet nézegetni. Akkor a logikai bukfencek vannak benne, hogy az tényleg egyszerűen hihetetlen. Meg a vége, ami lehetne a film közepe is. Ja igen. Hiszen a hajón ott van, megjelenik 25 helikopter, vége a filmnek. Kicsit úgy, mint az Avatarba, azok a repülők kicsit úgy szálltak. Ja jó, igen. Tudod, igen, úgy igen, az a beállás. Na nem úgy a vége, hanem csak az a kép. Sőt, tényleg annyira ilyen közép hangulata volt a filmnek, és így vége lett. Már nem mondom, hogy nem várom a következőt. Tehát ha azt is 3D-sen így megcsinálják, nem mondom, hogy nem várom. Ja, tehát végülis ez egy jó húzás volt. Igen, igen, szóval tényleg jó volt így moziban, én csak azért mondom, hogy 3D nélkül szerintem azért nem ütnek. Meg azért néhol ez az apokalipszis hangulat is jó volt. Tehát néhol működött azért, főleg ott a holtak hajnal a kopizásnál. Ja, tényleg az a látvány azért nem volt rossz, szóval. Amikor leszálltak a tetőre, hát az sem volt rossz, szóval megcsinálva. Hát a holnap utánból kiollózva. Alaszkás volt egy kicsit. Ja, az alaszkás? Hát tudom, amikor sport volt, hogy egy tóhely, minden szép. Igen, én arra gondolok, amikor a városba ment. Az a holnap utánból volt kiollózva, de az is látványos volt. Igen, szóval azért mondom, azért meg volt csinálva. Csak tényleg maga a történet az... Hát az, főleg úgy a végén, az utolsó fél órát, azt a fejünket fogtuk, és csak röhögtünk tényleg minden egyszerűen. És ott hát nem is tudom, szerintem fél óra után kezdtük el számolgatni, és ott kezdtünk el röhögni minden, ami olyan volt. Minden, de főleg volt egy ilyen zuhanyzós jelenet, egy nagy batárdögge, amit meg a Silent Hillből loptak ki, hogy hát az annyira röhelyes volt, jó meg volt csinálva, mert a 3D ott jött ki a legjobban, de az az egész, ahogy így futottak, tudod, lassítva, azt láttam, hogy mikor ölelik meg egymást, mint valami. Annyira rossz volt, hogy ez tényleg jó, tehát annyira rossz, hogy az már tényleg igen, jó. Igen, meg az aprózás. Ja igen, úgy beletöltött az apró pénzt, mondtam is, hogy úgy tipikus nő, hogy szórja a pénzt, hogy ahova csak tudja, de az is jó volt. Hát igen, meg úgy gondolkoztam benne, hogy ez ilyen végigjátszás, vagy ilyen kis tippek trükköt is akar-e lenni, hogy csúszál be a nagydőnek a játékba, és akkor nyúlról lőj éppen. Ja, mondtad, hogy így kell kinyírni, föl kell, nem így kell kinyírni, ez a level van, és akkor jön a level túl, és akkor majd... Na, szóval nem volt rossz film ez a Kaptár 4, de tényleg ez az annyira rossz, hogy az már jó. Én szeretem az ilyet, de azért egyszer elég, igen. Na ennyi. Szóltál valami hozzáfűzni valót? Majd valamikor megnézem, és akkor, hát akkor valószínűleg nem csinálok róla külön élménybeszámolót, de majd valamikor megnézem. Jó. Majd a következő részben befolt, hogy na hát akkor még térünk vicce-vicce. Sorter bepótolta, de... Igen, de hát a Prince of Persia-t is be kell még, úgyhogy... Meg azt se láttad. Nem. Arról se csinálsz külön, mert már én csináltam. Hogy azt itt... Kell a hely, tudod, a gépen. Leesztük a helyet ezzel a sok élményben számolóval. Szerintem lassan kifutunk az időből, úgyhogy... Igen, jó. Na, akkor mindent elmondtunk. Szóval egy megnézés megérni. Én mindent elmondtam, amit akartam, úgyhogy én akár abból is hagyhatom. Akár. Szia. Szóval így a 3D miatt megér egy megnézés, de 2D-re nem érdemes szerintem időt pazarolni rá. Moziba biztos nem. Nem. Szóval csak 3D miatt tényleg. Úgy jó persze, de 3D-re csak moziba. Jó, hát akkor köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!